Sziasztok! Retrózzunk egy kicsit. Ma egy Commodore 64-es játékot fogok nektek bemutatni, melynek címe nem más, mint... Ninja! Commodore 64-es játékokat nem nagyon mutattam még be a Retro Gamer sorozatban. Ennek több oka van, az egyik az, hogy én gyerekkoromban annyira a Commodore 64-es játékokkal nem játszottam, én inkább a sárga kazettás Nintendo ipart üztem, illetve doszos játékokkal játszottam főképp. A másik pedig az, és ez volt a nyomósabb ok, hogy Commodore 64-es játékokhoz működő emulátor találni, az nem éppen egy hálás feladat, aki próbálta már, azt tudja, hogy így van. Na de most úgy néz ki, hogy sikerült, és ki is próbálhatjuk az nagy ninját. Tudom, hogy a Commodore 64-en a ninjás játékok között megkerülhetetlen klasszikus és abszolút etalon volt a The Last Ninja, amit egyébként ismerek, játszottam is vele, de az annyira nagy kuriózum az a játék, hogy lehet, hogy majd bemutatom, de előbb inkább nézzük meg a kisebb gyöngyszemet, mint a ninja. Aminek a lényege, hát, mint hogy a cím is utal rá, az, hogy egy ninjával különböző helyszíneken rendet tegyünk. Ő lenne az, egy ilyen Bomberman és astronauta keveréknek tűnő ninja Krapek, aki a bőrszínét elnézve Homer Simpson eltitkolt testvére is lehetne. Na hát vele kell különböző pályaszakaszokon végigmennünk és legyapnunk az ellenségeket. És közben gyűjthetünk dobócsillagokat és dobótőröket is. Egyszerűen úgy, hogy lehajolunk és bevonzuk egy ilyen Jedi erővel, úgyhogy hát eléggé komoly képességekkel rendelkezünk, nincs okunk félni. Itt is vagyunk az első ellenfélen, aki nem más, mint Hug, a mi nevünk pedig ugyebár Hero, hát nem adjuk lentebb. Na, sikerült is kinyírnunk őt, és ezért kaptunk 40 pontot. Igazából a harc nagyon egyszerűen működik, mert egy gombbal tudunk ütni, de hogyha az iránygombokat lenyomjuk mellé, akkor különböző dolgokat csinál hírónk. Például, hogyha az előre gombot is nyomjuk hozzá, akkor rúg, ha a fölfelét, akkor ugye ugrik, ha a hátra felét, akkor pedig dobócsillagokkal, illetve dobótőrökkel száll harcba a gonosz ellen. Na, fölveszek egy ilyen bálványt. Ez visszanöveli egyébként az életerőnket. Na nézzük, itt is van Evil Ninja, hát ez nagyon-nagyon kreatív megnevezés. Ajajaj, na eltaláltam a dobócsillaggal. Oké, legyapom. Ajajajajaj, kiütöttek. Kinyírtak. Hát rögtön a játék legelején meghaltam, már nem áll. Na, jó van, kezdjük újra. Jó, ezt nem láttátok, ez egy eléggé nagy fiaskó volt most. Na, tág, húzz innét, húzz innét. Jó van, na, hát ennyi. Kész. Lerambózok itt mindenkit, na gyerünk. Á, te voltál az a köcsög, aki a múltkor elbánt velem? Mi? Na most legyél nagy pofájú, mi? Na most ugassál, nesze, ott van. Na, mi van? Na, most nézel, mi? Aha. Jó van, húha, kéne egy bálvány, mert az életerőm eléggé lent van. Na nézzük, ó, karateka! Na mi a fene, itt egy cameo, mi? Na már megint meghaltam, hát ez így nem lesz jó. Hát ezzel, amikor próbáltam a rögzítés előtt, akkor olyan jól ment. Igen, amúgy karateka is szerepel a játékban. Na most ugye tudjátok, hogy a karateka az egy másik eléggé hírhet játék volt annó. Ilyen végig vihetetlen nehézséggel rendelkezett. Na gyere köcsög. Jó van, most megbosszulom rajtad az összes őrjöngéssel töltött órát, amit a hülye játékot okozott nekem. Gyerekkoromban köcsög, ász, széttaposlak. Igen, egyébként a karatekáról már készítettem egy bemutatót, de azóta se nyúltam hozzá, szerintem többet nem is fogok. A ninja már jobban tetszik. Na, jó van. Sikerült, ezzel is leszámoltunk, gyerünk tovább. És valahányszor átmegyünk egy adott pályaszakaszra, akkor mindig írja is egy ilyen kis szövegben, hogy éppen hová kerültünk. Na, ledobom. Ájjjjjjjjjj, ő is dobál, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Üssük le, jó, oké. Gyűjtsük be gyorsan a dobócsillagot, meg a tört. Nézzétek, milyen szép egyébként a grafika. Tök jól néz ki a korához képest. Mondjuk az a madár ott a háttérben úgy néz ki, mint aki éppen agyon kokszolta magát, de ez a legkevesebb. Ja, amúgy a zenei aláfestés meg... igen, a zenei aláfestés az egy olyan dolog, amit így el kell tudni viselni. Szerintem borzalmas, de biztos van, akinek tetszik. Na, oké. Üssön, rúgjuk! Azaz, óhó, megy ez! Áh, föltöltöttük az életerünket, oké. Na, tág, gyere köcsög. Hogy nézel ki? Jó van. Fölvesszük megint a bálványt, begyűjtjük, és akkor aztán most jön az a pont, hogy el kell mennünk a dojo-ba. Aha, igen, mert itt már jártunk. Itt a kikötőt, meg ezt a
vízparti részt már végigjártuk. Szétdózerkedtük itt a gonoszokat, úgyhogy most kell itt fölmenni a dojóba, és egy ilyen vertikális porszívóként így fölszippant. Ezt nem tudom, hogy mégis hogy történik, de hát így van. Na gyerünk. Szivárvány szobába megyünk. Ó! És találó a megnevezés. Milyen szépen megvan tényleg csinálva grafikailag. Ez tök jól néz ki. Meg a mozgás is egyébként meglepően folyamatos és gördülékeny. Az irányítással sincsen probléma. Kék ablakok szobájába megyünk. Hopp. Na, még egyszer ledobjuk. Hopp. Na. Fölveszük akkor újra a dobócsillagot. Na, hagyjál békén, húzzá innen. Na. Itt is repked a madár. Emberek, nyitva hagytátok a kék ablakot. Berepült a fekete sirály. Na. Erre szerintem nem tudunk tovább menni, akkor másik irányba. Csórikámat itt hagyjuk, őt már nem kínozzuk. Na. Hopp. Oké. Hopp. Na. Másodszorra nem lehet eltalálni, ez így nem jó. Jajajaj, ne. Na, üssé már. Ja, üssé. Jó van, oké. Ja, hogy most az én életerőm van a jobb oldalon. Oké, jó van, már megijedtem, hogy megmurdelek itt a végém. Na, gyerünk tovább. Gyere, híró! Híróskodjunk, azaz! Jó van, oké! Na, hát másodszorra nem bírom eltalálni, ez így nem jó. Na majd most, figyeljetek! EPIK! Ah, jó van, na most kinyírom. Ah! Na basszus, akkor tökön ütöm. Az is egy megoldás. Na gyerünk. Fölvesszük, kis élettöltés. A vörös ajtók szobája. Hoppá! Hát ez mi ez? Mi ez? Szétbandzsítja a dobócsillagot, amit dobok felé, vagy mi? Hát, nagyon király. Oké, okay. Ó, hát rúgással minden megoldható. Chuck Norris megirigyelné. Na nézzük, merre felé tudunk tovább menni. Aha, gondolom ott megint föl. Na. Ó, szuper. Gravitációt is kikapcsolják a kedvemért. Ajaj, új, na, most meg jól lezuhantam, basszus. Hoppá, ezek meg vissza... Újra megjelentek az ellenségek? Na hát ez remek. Jó, nem tudod, Mikó. Szevasz, majd írj. Aha, itt már ketten jönnek. Hopp! Na, találd már el. Hát milyen híró vagy te? Célhoz is se tudsz. Gyémánt csarnok. Jók ezek a megnevezések egyébként, de most hárman jönnek egyszer, és ezekkel kéne... Vagy mi azok csak ott a háttérben vannak? Aha. Nem, dehogy is jönnek! Basszus, basszus, basszus! Na jó van, császtok. Mentem haza. Oké. Okay. Na jó van, na! Ájjájjájjá, hát lebunyóz. Na, inkább rúgni fogok, az jobban beválik. Na. Oké, ez megvan, de most nagyon kéne egy élettöltés. Ájjájjájjáj, itt sincsen bálvány. Ájjájjájjájjájjáj. Oké. Dobjuk le megint. Már nem bírjuk mi. Fenébe. Áj, kinyírtak, basszus! Most kezdhetem előről? Nem már. Nem akarom előről kezdeni. Aj! Te jó ég. Nem lehet megcsinálni, hogy rögtön fölmegyek a dojóba? Muszáj itt végig killódnom magam? De ezt mindjárt megnézzük. Jó van, tág. Na. Ja, nem lehet átmenni rajta? Nem, muszáj kiütni, mi? Jó van, na. Szevasz, csórikám. Ajaj, Evil Ninja itt van. De egyébként milyen jól néz ki, hogy ilyen bőrszínű ruhája van, de a maszkja az fekete. Nagyon dizájnos. Na. És itt nem lehet... Na most azért csak le kéne ütnöm tágot, hogy föl tudjam venni az élettöltőt. Na, oké. Okay. Amúgy, hát mit nem mondjak, nem annyira könnyű, mert eléggé egyszerűen ki tudnak ütni. Elég, ha néhány ütésbe kapsz, vagy rúgást, ugye attól függ. Na, most sikerült följönnöm rögtön. Rainbow Roomot most hagyjuk. Megpróbálok megint azonnal fölszippantózni. Jaj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 
együtt is végig tudom vinni. Most igazából sok mindent nem csináltam eddig, mert a bűnözők vagy gonoszok felét ott hagytam egyszerűen a utcába, tehát igazságosztásban annyira nem vizsgáztam most jelesre, de igazából az érdekelne, hogy néz ki a játék befejezése. Na? Oké. Most kicsit közelebb megyek. Jó van, na hát innentől már gyerekjáték. Oké. Igen, ez a lehajolok és ütök taktika talán ez a leginkább megbízható, mert így ők nem annyira tudnak eltalálni, meg a rúgás, ami ugye erős. Jól van. Azért az élettöltőket adhatnád bőkezőbben is. Azt mondjuk megköszönni. Itt kell fölmenni! Na, gyorsan. Oké. Kék ajtó. Hát igen, stimmel. Ajaj.
Evil Ninja, és milyen botokkal jön? Na nem már! Aj! Már megint kinyírtak! Még kell mindig előről. Ez nem tetszik. A hanyatszorra nézzük végig ezt a kikötőt. Aj, na gyerünk gyorsan. Még egyszer megpróbálok eljutni a legvégére, de ilyen gyorsított tempóba, tehát speedrunba. És ha akkor nem sikerül, akkor hagyom a bemutatót, bár azért őszintén meg kell mondjam, nekem tetszik ez a játék amúgy, tehát így van egy nagyon-nagyon klassz kis varázsa, és így mai fejjel is azért kihívás, tehát látjátok, hogy küszködök vele. Úgyhogy az időtálló játékoknak ez az egyik ismertetőjele, hogy faszán lezuhantam, oké, okay, híró voltam nagyon. Tehát hogy az időtálló játékok egyik ismertetőjele az pont ez, hogy kortól és időtől függetlenül kihívást jelentenek. Jó van, én most nem tökölök veled. Na. És akkor ott kellene megint fölmenni, ugye? Na hát, de hogy menjek ott föl? Hát, lezuhanok. Na. Oké, okay. Kicsit sem kínos, amit itt művelek. Föl leugrálok. Jó van, szevasztok. De várjunk már, hogy menjek ott föl? Hát, a két lyuk az pont egymás alatt van, hát le fogok zuhanni. Azért az életet föltöltöm. Gyorsan leninjakuzom ezt a... Fasza. Jó van, Sorter. Nem baj, Sorter, nem vagy balfasz egyáltalán. Na nézzük. Hopp! Hé, hey, dobom, kapd el! Ó, oh, jó van. Na. Üs! Gyerünk, híró! Gyerünk! Gyerünk már! Oké. Okay. És akkor most kellene... De hogy repüljek föl? Hát... Ah, hát látjátok, lezuhanok, és akkor most megint megjelennek azok ott hárman, mi? Ó, nem, csak az Evil Ninja van itt, remek. Na féltem, hogy lemaradok a túlerőről. Hát... Elnézést a kifejezésért, de... Milyen elegánsan fejbe kurt ma azzal a kloffolóval, vagy mi az ott nála? Hát, ez kifog rajtam ez a játék. Próbáljuk meg most, hát ha... Nem rögtön egymásba végződik az a két lyuk. Na most itt vagyok ismét. Most úgy néz ki, hogy összejöhet, mert... Be tudok ugrani fölülre. A feltéve, hogyha le tudom nyomni karatekát. Jó, ez megvan, oké, okay, már csak egy másik karateka van hátra. Na meg lesz az, meg lesz az! Meg... Oké, okay, jól van. Élettöltés. Nem, nem megyünk át ide, vissza. Na és akkor föl. Megint az ablakszoba. Hát de... Megint nem tudok fölmenni, hát... Ne szívassál már! Vagy át kéne menni egy másik helységbe? Gyémánt szoba. Hát ez nem igazán vezet célra most. El akarok jutni a főgonoszhoz. Meg akarom mutatni neki, hogy én nagyobb híró vagyok, mint ő. Á, ott van a fölfelé út, oké, okay, akkor ezt kellett csinálni, jól van. Ajaj! Hát... Ez jó kis brancsot összehozott magának. Á! Jó van már, gyönyörű fakardod van. Na megpróbálok akkor valamit. Gyerünk, ninjázzuk le őt! Á, meg lesz az, dehogy lesz, meg hát szétüt. Hát... Ez nem igaz, meg se tudok... Á, hát esélyem nem volt ellene. Jaj, na jó van emberek, igazából szerettem volna végigvinni, de most megint előről kéne kezdenem, és sajnos, hogy megint nem fog sikerülni, mert... Hát láttátok, itt igazából megpróbáltam körbeugrálni még 50-szer, de valahogy az az érzésem, hogy minden alkalommal le fog kloffolni engem, és egy ilyen amorf valamivé fog széljel rúgni. Úgyhogy ennyi lett volna a Ninja bemutatója. Meglepően kellemes és hangulatos kis játék, és mint ahogy azt már mondtam az imént, a kihívás is... Eléggé nagymértékű benne, talán kicsikét túlságosan is, bár lehet, hogy csak én vagyok nagyon béna benne, és valaki ezt pikpak megcsinálja. Úgyhogy, aki szereti a Commodore 64-es játékokat, és akar egy picikét nosztalgiázni vele, én tudom ajánlani, mert egy eléggé klassz kis élményt nyújt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!